A 14. Vidor Fesztivál 9 napja alatt a közönség mintegy 400 programot láthatott Nyíregyházán és a megye 21 településén. A zsűri 16 vígjáték közül választotta ki a legsikeresebb produkciókat. Az elnök Makkároly szerint az idén is jó színvonalú előadások vettek részt a versengésben. Egy nagyon erős választék, és egy, hogy mondjam, egy olyan sikere a városnak, és egy olyan hete az itt élőknek, ami úgy látom, hogy lassan hozzátartozik ennek a városnak a kultúrájához, a jó kedvéhez, a jó hangulatához, és hát így töményen ez egy igazi szín. A legjobb előadás Dottore díját, valamint a port.hu külön díját a Katona József Színház a Két Korea újraegyesítése című darabja kapta. A zsűri szerint a legszívhez szólóbb előadás Rózsavölgyi Szalon romance.com című produkciója volt. Az előadás női főszerepét Molnár Piroska alakítja. Ez nem egy örökérvényű, nem tudom, ilyen remek mű. Ez egy vékonyka szövetű kis színdarab, amit a színészeknek kell megtölteni élettel. És akkor, ha az ember ezt kedv nélkül csinálja, akkor mehet a sóhivatalba. Tehát ebbe tényleg magunkat teljes 1000%-ig kell adni, hogy a közönség is azonosulni tudjon ezekkel a szerethető figurákkal, és kicsit mosolygunk magunkon is, a figurákon is, de végül is megbocsátóan és szeretettel. A számos elismerés közül a legjobb női alakítás díját a Katona József Színház művésze Rezes Judit kapta az Abigail Bulia című vígjátékban nyújtott alakításáért, a legjobb duett díjjal pedig Katona Lászlót és Serer Pétert, a Nézőművészeti Kft. Színészeit jutalmazták a Hal nem hal bele című produkcióért. Az elismeréseket a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a művészek a saját társulatuk színházában vehetik majd át.